A vas megjelenése meg munkálása nélkül talán soha nem lett volna képes jelen civilizációjának kiépítésére az emberiség. Hagyományosan az időszámításunk előtti 12. századot tekintik a vas felhasználás kezdetének, ekkor szinte egyszerre jelenik meg és terjed el a Közel-Keleten, Indiában és a mai Görögországban. A kovácsmesterség tehát az egyik legnagyobb múltú szakma, amelynek fogásai, körülményei alig változtak 3000 év alatt. Ha meg kell patkolni a lovakat, ha elszakad az ásó vagy a lapát, vagy ha eltörik a balta feje, a falusi kovács ma is tüzet csihol, vasat hevít, és szikra esőbe burkolózva megorvosolja a tönkrement szerszámokat. Volt egy öreg kovács itt a faluban, amelyik a régi időkben tanult. Annak idején Segesváron volt egy Gáznócki nevezeti kovács műhely, és ott tanult az a mester, és nála voltam 6 évet inos. 6 év után, az inosságom után elmentem katonán. A legelső a széntörés volt az inos dolga, sepreget is. A műhelyet tisztába kellett tenni este, amikor végeztek a munkába. Napközben szenet kellett törni, be kellett hozni, akkor még a mesterni asszonynak vizet is kellett hozni a kútról, mikor úgy adódott, el kellett venni a vödröt tőle, és el kellett menni a kútra, és vizet kellett hozni a mesterni asszony helyet. És akkor aztán ugye teltek az idők, egy hónap, kettő utána már akkor megengedték azt, mert ugye vasolni kellett lovakot. És az öregebb inosok, amik már 2-3 éves inosok voltak, azok már vasoltak. Patkót csináltak, de nekünk az volt megengedve olyankor a patkót, mi lehúztuk, megpucoltuk a patát. A sártól lehúztuk a régi patkót, elékészítettük a másiknak, amíg idősebb volt, hogy pucolja meg a körmöt, a másik pedig megpucolt a körmönnek át neki, és pászította a patkót, na e volt eleinte az inas dolga. Aztán úgy, hogy teltek az idők, akkor léptünk a nyomokba többieknek. Ugyanúgy folytattuk, mint ők, hogy csinálták. Lovasalás, ez az alap. Akkor utána szekérjavítás, mezőgazdasági képek javítása. Még bizony egét is meg kell élezni, amit nálunk bizony még lóval is szánnak. Kapogépet kell élezni, meg kell fenni. Akkor például egy vetőgépet rendbe szedni, kaszagépet rendbe szedni. Ugye most már kicsit modernizálódtunk, most már a traktorok kezdtek lenni a faluba, de eleinte bizony két lóval indult el mindenki is. Na, még bizony tehent is kell vasalni, mikor lesántul a tehén, a fehér marha a csordába, még az a lábokat is rendbe kell szedni. Na, utána, mert ugye az nem az állatorvos dolga a lábot, hanem a kovástok. Nem sokan jelentkeztek inasnak. Régebb a kovácsnál, mikor mi mentünk inasnak, mondom, 3-4-en voltunk egyszerre inasokat nála, de mostanában valahogy mindenki, nem, valahogy ezt a szakmát nem válasszák. Nem válasszák ezt a szakmát. Mind inkább mennek jobbra-balra, de ezt a szakmát nem igen válasz. Például itt van a fiam, ő is, nem azt mondom, ő is csinálja, de ő is nem szereti, hogy inkább a gépekkel dolgozik, innom ezt. Na. Úgyhogy nem könnyű munka, ez nehéz munka. És elég nehéz elsajátítani, mert egy nyers vasból, mikor ki kell dolgozni egy formát, az nem könnyű. Kell legyen egy előrelátás az embernek, hogy mikor neki fog egy darab vasot kovácsolni, hogy mi is, az kell lássa maga előtt az ember. Akkor ha nem lássa maga előtt azt, amit ő meg akar csinálni, nem is fogja tudni soha megcsinálni. A kovács szakma megmaradása az olcsó és mindenhol kapható szerszámoknak és a lovak a falvakból való lassú eltűnésének okán mára kihaló félbe került. Városunk vidékén több kovácsot is felkerestünk, de nem egy helyen azt kellett hallanunk, hogy az egykori mester mára felhagyott a szakmával, és immár más munkával keresi a kenyerét. Kár ezért az újabb eltűnő szakmáért, mert minden elveszett tudás morzsával mi magunk leszünk kicsit megint szegényebbek.